Komoly károkat okozott az időjárás az ország több pontján is. Hirtelen lecsapó hatalmas viharok és felhőszakadások érték el kiszámíthatatlanul az ország különböző részeit. Fonyódon megdőlt az egy nap alatt lehullott csapadék mennyiségi rekordja. Itt szerdán 120 mm-nyi eső esett, annyi, mint egy átlagos őszi hónapban összesen. De hordta a víz a sarat Zalában, Hevesben és Nógrádban is. Szolnokon egy aluljárót öntött el úgy, hogy az autók tetejéig ért a víz. Sok helyen kidőlt fák okoztak nehézséget, míg Zalaegerszegen szinte sehol nem volt áram egész nap. Máskor csak kis vízfolyások, vagy éppen száraz árkok váltak kömpölygő folyókká a Heves megyei Nagyvisnyón, a hatalmas zivatar mindent elöntött. Egészen bejött a víz a patak fele, bejött a nyúlakhoz, a kerítésnél, mindenfele. Itt a házak sem úszták meg, az alacsonyabban fekvő épületek, a garázsok szuterének áztak a vízben. Még a garázson keresztül ütött be. Itt van 10 cent is. Nézze, 10 cent is. A helyi tűzoltók siettek a lakók segítségére, bőven volt dolguk. Több mint 400 ingatlan valamilyen szinten károsodott, a legtöbb helyen a vízszivattyúzások voltak szükségesek, rengeteg helyen a kerteket öntötte el a víz. Ezeket a fotókat Szolnokon készítették nem sokkal az ivatar után, itt egy aluljárót töltött meg a víz úgy, hogy csak az autók teteje látszott ki. Így csapott le az ivatar másodszor az apró zalai falura, a Zalamerenyére. Az elkövetkező napokban egy helyszínszemlén fogjuk föltárni azokat a problémákat, amelyek ezt előidézhetik, és közösen kell a megoldást megtalálnunk. A legtöbb eső a látvány ellenére sem itt esett. Fonyódon egy nap alatt 120 mm csapadék hullott le, ami az egynapi mennyiségben az eddigi legtöbb, amit valaha Magyarországon mértek.